Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánról, túlról részvevőket is. Én Batatusek János vagyok, mi vagyunk a PPH egyik 10-es szintű igazgató házaspárja. Én is szeretettel köszöntöm Önöket, én Batatusek Nébolya vagyok. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymás kortól, nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom ás volt, mára viszont a PPH tanuló szervezéssel foglalkozunk, ez a fő tevékenységünk. Gyulán élünk, családi helyzetem, nős vagyok, és van egy lányunk. Nekem a civil foglalkozásom, én kereskedelmit végeztem, aztán dolgoztam a szociális szférában, és mint ahogy a párom elmondta, ma már a közös tevékenységünkben dolgozunk, tehát mint vállalkozóként. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Mesterünk 37 éve foglalkozik emberekkel, 33 éve van saját szervezésű csapata, és 31 éve hozta létre a PPH közösséget. Nagyon érdemes odafigyelni főleg arra a tanításaira, amit a jövővel kapcsolatban mond, ugyanis azok mindig úgy szoktak bekövetkezni. Előadunk egy olyan mester, akinek a tudása, képessége és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a földbolygón. Ha megnézzük, hogy miben egyedülálló még a mesterünk, arra jutunk, hogy az egyetlen személy, akinek a vezetésével 4 különböző területen ért el egy szervezet piacvezető pozíciót, úgyhogy abból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység volt. Mesterünk az egyetlen tanító a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Élő emberként ő az, aki az élet és emberismeret, továbbá a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Egyedülállóan közvetlen égi forrásból tanítja az embereket. Neki van a legrészletesebb információja a bolygószinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes szeretett korszakról, az aranykorról. Mesterünk életküldetése az emberek lelki fejlődésének olyan szint emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek a szeretett korba, az aranykorba. Szeretném megkérni mesterünket, Tedlacsik Miklós mesterkócs, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzést nekünk. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? Mi baj van a jelenlegi világgal? Hát, azzal foglalkozunk, nézzük meg, hogy mit is csinálunk, jó? Hogy visszafordítsuk az elbutulást a bolygón. Tehát szó szerint van egy elbutulás. Hát, vannak olyan emberek, akik ezt támogatják, hogy az emberek butuljanak el. Ezek inkább úgy lehetne mondani, hogy a hatalomban lévő emberek. És hát van egy más dolog is, ami elbutítja az embereket. Ez pedig ugye akármilyen hihetetlen a technika. Tehát a technika. Tehát a technika az az ember helyett megcsinál dolgokat, és ha végig gondoljuk, akkor az ember kreativitását akadályozza. Hát gondold végig. Tehát jó az, hogy kényelmesebb az élet, csak akkor az ember ne annak a rovására kényelmesedjen el, hogy elbutul. Tehát valahogy úgy kellene elkényelmesednem, hogy közben az ember nem butul el. Tehát az eszét az használja. Mert azt látni, hogy az emberek egyre kevésbé használják a saját eszüket. Pedig igen nagy szükség lenne egy olyan világban, mint amiben most élünk. És az elbutulás következménye az a helytelen cselekvés, aminek a következménye a rosszabb élet. Tehát azért élnek rosszabbul az emberek most, mint régebben, mert nem használják az eszüket. Tehát hagyták, hogy elbutuljanak. Hagyták, hogy a
hatalom és a technika az elbutítsa őket. És ez ugye nyilván, hogy a helytelen cselekvés következménye a rosszabb élet. Ez azt jelenti, hogy minél butább egy ember, minél tudatlanabb egy ember, annál több bajt okoz, és természetesen gondot is. És gondold át, hogy mifelé tart a világ. Milyen lesz a jövőnk? Milyen lesz a gyerekeink jövője? Ha az emberek aktívan nem tesznek azért, hogy jobb világunk legyen. Tehát, hogyha nem teszünk azért, hogy legyen egy jobb világunk. Tehát, hogyha hagyjuk, hogy elbutuljunk, akkor el fogunk butulni. Ha nem használjuk az eszünket, akkor el fogunk butulni. Tehát, hogyha mindent gépekkel csináltatunk, akkor el fogunk butulni. Hát gondold végig, hogy régen az emberek komoly számításokat papíron végeztek. Papírral, ceruzával, tollal. Most mindent a gép csinál. Gondold végig. Tehát ahhoz, hogy egy számolást végigcsináljon az ember, annó annak idején, hát gondolkodni kellett. Most ahhoz, hogy bevisd a gépbe az adatokat, az nem kell gondolkodni. Az le kell másolni az adatokat. Az be kell pötyögni. Nem kell gondolkodni. Tehát gondold végig. Tehát az emberek egyre kevésbé használják az agykapacitásukat. Tehát, hogyha ugye Einstein halálakor nézték, hogy Einstein mennyivel jobban használta az agyát, mint a többi ember. Hát most, ha megnéznénk, ugye mikor halt meg Einstein, valamikor a második világháborút követően, valamikor. Na most, ha most megnéznénk most, hogy megvizsgálnák, hogy az emberek az agykapacitásuknak hány százalékát használnánk, akkor egy sokkal rosszabb eredményük neki, mint ezelőtt mondjuk 50-60-70 évvel. Tehát ez egy automatikus dolog. Minden tönkre megy, ha nem gondozzuk. Minden tönkre megy, ha nem ápoljuk. Tehát minden visszatér az alapállapotba. Hát ha megnézed, egy embernél mi az alapállapot? A teljes tudatlanság. Hát ha végig gondolod, teljes tudatlanságba születtünk. Nem? Hát mit tudott egy baba csinálni? Azon kívül, hogy ösztönösen. Akkor megszületett, mit csinált? Sírt, evett, ivott, de hát még inni se ivott kezdetben, ugye csak evett, és ürített, nem? Ennyit tudod csinálni. Általában mit csinál egy idős ember? A halála előtti idős ember? Pont ugyanezt, nem? Tehát megnézed a csecsemő, az még látni se nagyon látott, a legtöbb öreg már látni se nagyon látott. Tehát visszatérnek abba az állapotba. Minden visszatér abba az állapotba, amiből kiindul. Ha csak az ember nem tesz valamit azért, hogy ez ne így legyen. Tehát lehet úgy is elhagyni ezt a földi létet, hogy az ember szellemileg teljesen épp, fizikailag teljesen épp, és kellő kort megélt, és fogja, lefekszik, és nem kell föl. Érted? És nem úgy éli az utolsó éveket, hogy mondjuk betegen. Érted? Vagy szellemileg letompulva, vagy teljesen leépülve. Mert most, hogy valaki fizikailag épül le, vagy szellemileg épül le, ez most részletkérdés, egyik se jó, ha jobban megnézed. És ha megnézed, ugye én elég sok mindent megéltem az életemben, azt is, hogy milyen egy idősek otthona. Azt is, hogy milyen egy ilyen elfekvőszerű dolog. Nyilván közvetlen rokonokon keresztül meg lehet ezt tapasztalni. És hát hol voltak olyan állapotban régen idősek, mint mostanában? Sehol, érted? Sehol. Tehát hol voltak szellemileg olyan állapotban idősek, mint manapság? Sehol. Nekem volt 80 év fölötti két nagyapám, 90 év fölötti nagymamám, érted?
egy se volt szellemileg letompulva. Egy se. Érted? Tehát ott végig az életük során szellemileg toppon voltak. És gyakorlatilag elég gyorsan meghaltak. Tehát, mit tudom, az egyik nagyapám egy vagy két hét alatt, ugye nagymamám gyakorlatilag lefeküdt, és nem kelt föl, hát az ugye gyors volt. A másik nagyapám egy olyan 3 hónap alatt halt meg. De az azt jelenti, hogy leépült. 3 hónap alatt leépítette magát. Jó, tehát gyakorlatilag ennyi volt. És manapság ez nem így van. Hát tele vannak az idősek otthona. Tele vannak az elfekvők, érted? És ha megnézed, bemész egy ilyen elfekvőbe, vagy idősek otthonába, mind a kettőben voltam. Szociális otthonban is voltam már. És leépült embereket látsz. És miért épülnek le emberek szellemileg? Tehát szellemileg leépült embereket, érted? És az ember szellemileg leépül, akkor mit várhat a fizikumától? Jó, és mit látsz? Azt látod, hogy rengeteg szellemileg leépült ember van. És miért? Hát mert nem használta az agyát. Például megnézem édesanyámat, aki nemrég halt meg, az is szellemileg leépült. Oké, akikről az imént beszéltem, ugye a legkésőbb az nagymamám halt meg, az 2000-ben, de akkor is 24 évvel ezelőtt. Tehát itt ez az elmúlt 2 évtized, ez nagyon elbutította az embereket, de nagyon. Oké? Hát már nem azt lehet mondani, hogy okos telefon, vagy okos ember, nem azt lehet mondani, hogy okos telefon, okos tévé, nem? Okos ez, okos az, de hol látsz okos embert? Ritkán, érted? Nincsenek okos emberek. Nem használják a szellemüket, nem használják a szellemi képességüket. Gondold végig. Jó, tehát egy érdekes világban élünk, mi lesz a következmény? És ha megnézed, egyre rosszabb a helyzet. Tehát nem egyre kevesebb a leépült ember, hanem egyre több a leépült ember. Oké? És ha megnézed, akkor nézzél meg egy másik dolgot is. Régen nem volt olyan, hogy valaki évekig betegeskedik, évekig épül le. Ilyen nem volt. Hát az imént elmondtam. Nagymamám egyik napról a másikra meghalt, úgyhogy gyakorlatilag semmi baja nem volt. Semmi baja. Csak idős volt, 94 éves. Ugye az egyik nagyapám az azért halt meg, mert kátya csata után ballagott hazafele, kicsit többet ivott a keleténél, aztán megbotlott vagy valami, azt elesett és beütötte a fejét egy ilyen beton valamibe. És olyan egy héten belül meghalt. Ugye a másik nagyapám az meg végelgyengülésbe, ahogy igen ezt mondták, elment egy ilyen 2-3 hónap alatt. De előtte még teljesen top volt, csak elkezdett 2-3 hónap alatt végelgyengülni, és elment. Ennyi. De most nem ez van. És mind szellemileg topon volt, érted? Odáig. Nincs, és megnézem, ugyanez volt Marian összes, nála is 3 nagyszülő volt, akik régen haltak meg. Mind ugyanez volt. Szellemileg teljesen toppon voltak. Nem volt egy se leépülve. Érted? Tehát 6 emberből 6 nem volt leépülve. És ha megnézem a rokonságot, mert ugye nekem nagyon népes a rokonság, ugyanez volt. Az idős emberek nem voltak leépülve. Tehát nem a közelmúltról beszélek, mondjuk a 2000 előtti időszakról, múlt századról beszélek. Tehát itt szó szerint épülnek le olyan tempóban az emberek, hogy ihaj. De megnézed, nem csak az idősek. Már épülgetnek lefele az emberek 60 év fölött is. Szellemileg. És mind akikről beszéltem, ugye a 6 nagyszülő, ugye 2-6 nagyszülője, az mind ilyen 80 vagy 80 után, vagy akár 90 éves. Abból 2-90 fölött halt meg. Oké. Tehát egy érdekes világban élünk, ahol nem használják az emberek az eszüket. És ennek következménye lesz. Hát a tömegek nem használják az eszüket.
Ugye mi a baj, ha az ész nem használásával? Ha minél butább egy ember, annál könnyebben manipulálható. Érted? Az azt jelenti, hogy nyilván arra manipulálják, amire akarják. Minél tudatlanabb egy ember, annál manipulálhatóbb. Tehát gondolod, az ész ahhoz ész kell, hogy az ember vásároljon? Ez barha sok ész kell, nem? Ahhoz pénz kell, nem? Ész nem kell hozzá. Tehát, hogy valaki tudjon vásárolni, ahhoz sok észre nincs szükség, ahhoz sok pénzre van szükség, nem? Tehát ezért ugye látod olyan, hogy van akinek van sok pénze, aztán esze az nem sok van hozzá. De valamilyen oknál fogva mégis van pénze. Tehát érdekes világot élünk, ha jobban végig gondolod. Tehát nem kellene eszesebbé tenni az emberek, hogy fejlődhessenek. Egy buta, tudatlan ember, az nem fog fejlődni. Érted? Tehát az fog fejlődni, akinek van egy kis gógyia. Tehát legalább egy kicsi. Tehát akinek csöpp esze sincs, az nem akar fejlődni. Az nem akar. Az azt gondolja, hogy az nem kell, az nincs rá szükség. Tehát nincs rá szükség egy olyan világban, ahol általános az elbutulás. Van egy olyan film, amit a múltkor láttam, az a címe talán, hogy Hülyék paradicsoma. Nem tudom, látta-e valaki. Na, hát afelé megyünk. Afelé megyünk, gondoljátok végig. Jó? És ott a buta ember volt az okos a Hülyék paradicsomában. Aki a rendes társadalomban az okosságában, vagy a butaság, tehát a társadalom alján volt az okosságában. Na, az volt az okos ott a Hülyék paradicsomában. De mondom, ebből a szempontból egy jó film. Tanulságos. Ez olyan, mint a tudjátok, hogy a vakok közt a félszemű a királyt. Hát ugyanúgy, a hülyék közt a buta a király, nem? Hát az lenne a dolgunk, hogy eszesebbé tegyük az embereket, hogy fejlődhessenek egy sokkal jobb világ elérésére. De mi az, hogy eszesebbé tenni az embereket? Mivel lehet eszesebbé tenni? Hát rendszeresen olyan képzéseket tartunk, ez ember és életjobbító képzés, azt úgy hívják, hogy coach. Tehát a coach azt jelenti, hogy ember és életjobbító. Persze, ha szó szerint nézed, akkor azt mondod, hogy edző, azt jelenti. De mire edzi az embereket a coach? Legalábbis az ilyen típusú coach. Arra, hogy kihozza az emberekből a legjobbat és a legtöbbet. Most gondold végig, egy buta, tudatlan emberből mit lehet kihozni? Egy nagy nullát. Ezt ki lehet hozni, vagy két nullát, tudod. Az semmi többet. Ennyit. Hát ahhoz, hogy valakiből valamit ki lehessen ezzel hozni, ki lehessen hozni a legjobbat és a legtöbbet, ahhoz kell némi nemű eszesség. Nem gondoljátok? Tehát azt csináljuk, hogy a képzéseink által az emberek egyedülállóan hozzájutnak az emberek elől eltitkolt tudásokhoz. Tehát azért titkolják el az emberek elől a tudást, hogy elbutuljanak. Tehát ugye az imént elmondtam, hogy minél butábbak az emberek, annál könnyebben manipulálhatók. Annál könnyebben lehet őket rabszolgává tenni. Jó, ez a modernkori rabszolgaság. Mi a modernkori rabszolgaság? Hogy nem te határozod meg az idődet, hanem meghatározzák helyetted mások. Nehogy ma azt mondd, hogyha te alkalmazott vagy, akkor te határozod meg az idődet. Hát alkalmazottként megmondják, hogy mikorra kell bemenni dolgozni, nem? Megmondják, hogy mikor kell onnan eljönni, nem? Vagy ha nem kell bemenni dolgozni, mert már home office-ok vannak, hát akkor is ellenőrzik azt, hogy csinálod-e azt a tevékenységet, amit csinálni kell home office-ba. Tehát otthoni munkára. Én például az összes home office-osnak bevezetném a teljesítményt. Az összesnek úgy, ahogy van. Nem engedném másként embereket dolgozni home office-ba, csak kizárólag teljesítménybérezésben.
Erre azért mondom, mert apujék, az én szüleim, azok bedolgozókkal dolgoztak. Az a, annak idején a mai home office-nak lehet mondani. De akkor nem home office-nak hívták, hanem bedolgozóknak. És teljesítményben fizette ki apujöket. Oké? Az azt jelenti, hogy ha sokat dolgoztak, akkor sokat kerestek. De tényleg az átlagnál jóval többet kerestek, ha sokat dolgoztak. Ha keveset dolgoztak, akkor keveset keresett. Oké, most ott dolgoznak az emberek home office-ba, azt hogy tudom én, ellenőrzik, hogy mozog-e az egér, táv ellenőrzik, azt időnként odaszalad, megmozgatja az egeret, hogy azt lássák, hogy dolgozik. Érted? De tényleg ez van. Hát ezt én tapasztalom azoknál, akik home office-ba dolgoznak. Jó? Tehát mondom, én az összes home office-t, mind kizárólag teljesítménybe érezve. Nem is értem a munkáltatókat, hogy a home office-osokat miért nem teljesítménybe fizetek. Abba kellene. Oké? Vagy járjon be. Oké? Hát én láttam, amikor alkalmazottakat alkalmaztunk, akkor volt a legtöbb alkalmazott, a 130 valány alkalmazottunk volt egyszerre. És láttam azt, hogyha nem kontrolláltuk, figyeltük a munkájukat, akkor lazsáltak. Például volt olyan éjszakai műszak, mert három műszakban dolgozott ez a 130 valány ember, a harmadik műszakban nem volt benn főnök, gyakorlatilag nem volt termelés. Nem volt termelés. Na most én azért kíváncsi vagyok, hogy akik home office-ban vannak, azok mennyit termelnek. Mennyivel kevesebbet termelnek, mint mikor bent dolgoztak a munkahelyen. Ez hold biztos, hogy kevesebbet termelnek. Mert látom, hogy közben főz, közben ezt csinál, közben amest csinál, home office-ban, érted? Közben elmegy vásárolni, home office-ban. Oké? Okay. Ez látni. Jó, tehát emberek elől eltitkolt tudás. Milyen emberek elől eltitkolt tudás van? Tanították neked, hogy hogy kell bánni a pároddal általános iskolába. Vajon ezt nem, ha nem eltitkolt tudás lenne, akkor tanítanak, nem? Tanították azt, hogy hogyan bánj önmagaddal? Nem. Ha nem eltitkolt tudás lenne, akkor tanították volna, nem? Vagy rosszul látom? Hogy hogyan bánj más emberekkel? Tanították neked? Nem. Általános iskolába, középiskolába, egyetemeket? Nem. Akkor eltitkolt tudás? És akkor itt van, majd rámegyünk, van 10 terület. Abból a 10 területből semmit nem tanítottak. Se az általános iskolába, se az óvodába, se a középiskolákba, se az egyetemeken, főiskolákon. Akkor nem eltitkolt tudás? Hát dehogy nem. És nem kéne visszaadni ezeket a tudásokat az embereknek? Miért? Azért, hogy tudatossághoz jussanak. Hát az ember vagy tudatlan, vagy tudatos. Tehát tudatlan ember az nem tud tudatos lenni. Csak az okos, értelmes, eszes ember tud tudatos lenni. Világos ez? És nem magától lesz az ember okos, eszes, tudatos. Nem magától, mert mindenki magától lenne, akkor csecsemőkortól magunktól lennénk tudatosak. De valahogy ez nem így van. Hát már odáig eljutsz, hogy mit tudom én, kijárja az iskolát a gyereked, és láttad azt, hogy vannak butább gyerekek, meg vannak okosabb gyerekek. Nem? És ugyanarról az alapról indultak. Tehát ugyanaz a startvonalról indultak. És az egyik mégis butább lett, a másik meg okosabb lett. És felnőttként is ugyanezt látod, hogy vannak okosabb emberek, vannak butább emberek. Miért? Mert az okos emberek, azok többet tanultak. De nem mindegy, hogy mit. Mert olyan dolgokat is tanulhat az ember, amivel nem megy semmire az életében. Tehát semmire nem megy az életében. Vagy tanulhat az ember olyan okosságokat is, amivel egy területen boldogul, az a pénz. És mi van a többi területtel? Majd mindjárt ide visszatérek. Csak menjünk erre a 10 területre. Ebből a 10 területből a pénz az csak egy terület.
Egyetlen egy. És ugye sokan azt gondolják, hogy ha azon abban jó vagyok, hogy pénzt keressek, és elég jövedelmem legyen, akkor többi minek. Hát vannak olyan képzések, ugye a világunkban, itt Magyarországon is vannak olyan tanfolyamok, ami kifejezetten a pénztermeléssel és a pénz gyarapítással foglalkozó képzés. Tehát sok ilyen képzés van. Tehát ezzel a területtel mondhatjuk azt, hogy e közül a 10 terület közül lehet, hogy a legtöbb képzés ezzel foglalkozik. A 10 területből. Ezzel a területtel. Tehát én nem az iskolákat mondom, hanem az egyéb felnőtt oktatást mondom. Oké? Tehát ahol szabad képzés, tehát szabadon taníthatnak embereket, mert akármilyen hihetetlen, az iskolában, tehát minden hivatalos, államilag támogatott iskolában nem taníthatnak azt, amit szeretnének. Már az óvodában sem taníthatnak azt, amit szeretnének az óvónők. Ezzel jó lenne, ha tisztában lennél. Már meg van határozva, hogy minden államilag támogatott iskolában mit taníthatnak. Ami azt jelenti, hogy zömében olyan dolgot tanítanak, aminek semmi értelme. Az ég adta világon semmi értelme. Tehát az a tudás, az kidobott idő. Márpedig az idő a legnagyobb érték, mert azt nem tudod visszagyerni. Bármit, ha elveszítesz, azt vissza tudsz nyerni. Oké? Egy dolgot nem tudsz visszanyerni. Az elvesztegetett idődet. Azt soha nem fogják neked visszaadni. Oké? És az egész államilag támogatott iskolai képzés, az az elvesztegetett időre épül. Hogy minél több időt elvesztegessenek az emberek. Oké? Most honnan veszem, hogy elvesztegetés? Számolj egy kicsit, ha tudsz számolni még. Jó? Régen, 14 éves korban elkezdett pénzt keresni valaki. Ma is vannak olyanok, akik 14 éves korban elkezdenek pénzt keresni, bár ezt már tiltják. Még az én időmben, már még 14 éves korban el lehetett kezdeni pénzt keresni. Ma már 6 éves kor az iskola kötelezettség. Tehát 16 éves. Ami azt jelenti, hogy csak 16 éves kortól lehet ugye elmenni dolgozni. Na most, de még akkor is nézzük meg, ha valaki elkezd 16 éves korában pénzt keresni, 8 év előnye van azzal szemben, aki 24 éves korában kezd el pénzt keresni. 8 év alatt az azt jelenti, hogy dolgozott 96 hónapot. 96 hónap alatt, ha mondjuk keres 400 ezer forintot, akkor durván a 96 hónap alatt mennyit keresett? 40 milliót. Mikor fogja behozni a 40 milliót, aki 24 éves korában kezdett dolgozni? Mikor fogja behozni? Soha. Soha nem fogja behozni. Oké? Soha. És ezt nem számolják ki az emberek. Világos ez? Jó? Tehát lényeg az, hogy egy elbutult világban vagyunk, ahol arra játszanak, hogy szó szerint ne adjanak tudást. Ugye megszokták egyesek kérdezni, hogy a coach képzéseink akkreditáltak-e. Majd az baszna még be. Magyarul. Oké? Okay. Szó szerint. Mire mondtam? A poén kedvéért mondtam csak. Szóval, miért? Mert abban a pillanatban beleszólna az állam, hogy én mit taníthatok. Oké? Okay. És ha bármikor beszabályoznák, hogy mit
taníthatnék, abban a pillanatban keresnék egy olyan országot, ahol nem szabályozzák be. És onnan tanítanék. Világos? Abban a pillanatban. Úgyhogy ebben nem szúrnának ki velem. Úgyhogy ennyi. Meg a diákokkal sem. Szóval lényeg az, hát körülöttünk nem mindegyik ország EU-s ország. Ezt csak úgy mondom. Jó, tehát gondold végig, hogy vajon ezeket a területeket kellett-e volna tanítani a hagyományos iskolákban. Nem tanították. Tehát akkor eltitkolt, vagy nem eltitkolt? Eltitkolt. Maradjunk ennyibe. Oké? Ezek eltitkolt tudások. Mind, amit ezeken a területeken részletesen tanítasz, az bizony eltitkolt tudás. Ha ezekre a területekre módszereket adsz, bizony az eltitkolt tudás. És képzeld el, ezekre a területekre mind lehet adni módszereket, hogy jól működjél. Na, menjünk oda-vissza. De emlékezzetek még erre a 10 területre. Tehát hozzásegítjük a tudás révén az embereket ahhoz, hogy szeretetben, egészségesen, elismerésben, szabadságban tudjanak élni. Tehát a tudás juttatja el az embert ahhoz, hogy szeretetben éljen, egészségben tudjon élni, elismerésben tudjon élni, szabadságban tudjon élni, és anyagi függetlenségben tudjon élni. És ehhez ugye tudásra van szükség, de olyan tudásra, ahol az ember technikákat is képes használni. És ha az ember szeretetben, egészségben, elismerésben, szabadságban és anyagi függetlenségben él, ezt úgy hívják, hogy boldog élet. Ha esetleg valaki nem tudná. Oké, ez kell a boldog élethez, ez az 5 feltétel. Tehát szeretet, egészség, elismerés, szabadság, pénz. Elég pénz. És ezért van az anyagi függetlenség. Jó? Tehát ebből bármi hiányzik, az ember már nem boldog. És ha megnézed, van egy alapja gyakorlatilag annak, hogy az ember boldogan éljen. Van egy alapja. Na vajon mi lehet az alapja? Hát ott kezdődik az alap, visszajövök ide. Ezek közül mi lehet az alap szerinted? Nem. Nem. Tehát mi az, ami legjobban tudja befolyásolni, hogy rosszul érezd magad? Így van. Így van, pontosan. Talált. Elsüllyedt. Talált süllyedt. A párod. A párod. Ami a legjobban tudja befolyásolni azt, hogy te jól érezd magad a bőrödben, vagy ne érezd jól magad a bőrödben. Te láttál már boldog egyedül élőt? Én még soha. Soha. Jó, ezt mondom az egyedül élőknek. Te azt gondolod, hogy jól érzed magad egyedül, de én még boldog egyedül élőt nem láttam. És te sem. Ez biztos. És ha te egyedül élő vagy, te sem vagy boldog. Maradjunk ennyiben. Jó? Na most, ami azt jelenti, hogy a legnagyobb befolyással, tehát van egy másik ugyanilyen szabály, hogy a legnagyobb figyelmet mi viszi el az ember. Tehát ugye, de mire kell a figyelem? A figyelem arra kell, hogy az ember a jelenben legyen, ezáltal a jelenben jól döntéseket hozzon, és helyesen cselekedjen. Ehhez kell egy nagyfokú jelenbéli figyelem. És vajon mi az, ami egy embernek a jelenről elterelheti a figyelmét a leginkább?
Nem. Ha a párjával konfliktusban van. Tehát semmi nem tereli el úgy a figyelmét, mintha a párjával konfliktusban van. Még az sem, ha a gyerekével konfliktusban van, vagy az apjával, anyjával konfliktusban van. Az sem tereli el úgy a figyelmét, mintha a párjával konfliktusban van. Tehát gondoljátok végig, ha a legnagyobb figyelem elterelő a rossz párkapcsolat, akkor a rossz párkapcsolat milyen mértékben zavarja meg az ember boldogulását? Ki az, akit már elvált? Internetesek is tegyétek fel, én nem teszem föl, csak mutattam. Jó? Mi éppen 40 éves házasok leszünk. Jó, tehát még egyszer hadd lássam a kezeket, itt is nézem, ott is nézem. Oké, rengeteg kezet látok, oké, a többség föltette a kezét. Gondolom nem azért váltatok el, mert valami nagyon boldog házas életetek volt. Nem? Igen. Tehát mindenki azért vált el, mert nem volt jó házas élet. Lehet, hogy mikor elváltál, örültél, hogy végre túl vagyok rajta, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy mennyire rontotta meg a jó érzetetet a rossz házasság. Sok embernek olyan szinten megrontotta, hogy eldöntötte, hogy még egyszer nem házasodik. Nagyon sok eldöntötte, hogy még egyszer nem házasodik. Aztán lehet, hogy utána megtalálta egy olyan társát, akinél ez megváltozott, és mégis ugye átírta ezt a dolgot, és azt mondta, hogy csak mégiscsak megházasodom, de nagyon sokan azt mondták, ő még egyszer nem. És ezért sokan pár nélkül maradtak. Ki van pár nélkül, tegye fel a kezét. Akinek nincs párja. Én nekem van, maradt, csak mutattam. Köszönöm szépen. Szóval, ez a legmeghatározóbb. Tehát miért? Nagyon egyszerű, az ember az társas lény. Az nem magányos lény. Persze, valaki eldöntheti, hogy magányosan éli le az életét, de nem is lesz boldog. Tehát mondom, a történetben te nem láttál olyat, hogy valaki magányos volt és boldog. Az egész történetben nem láttál ilyet. Nincs olyan. Oké? Okay? Nincs olyan. Tehát ezáltal nem kellene például tanulni azt, hogy legyen az embernek egy jó párkapcsolata, hogy mit, hogy kell működni? Egy jó párkapcsolatban. Hm? Mi ezt tanuljuk 40 éve. Ne jön be. Tényleg. Egy hosszú távú projekt, tudod? És még van benne. Még van, persze, hogy nem, még benne van egy 40 év. Jó, tehát, hanem 60. Szóval. Jó, ez csak példa volt, de mondom, ez egy alap dolog. Ez egy alapdolog. Tehát nem a pénz. Tehát gondold végig. A Földön több olyan ember van, akinek nincs pénze, mint akinek van. Sokkal több olyan ember van, akinek nincs pénze, mint akinek van. És én most nem a magyar átlagemberre, vagy az európai átlagemberre gondolok, hanem a világban, ha megnézzük. Tehát a mi magyarországi átlag életünk, az átlag életszínvonal, az a bolygó 80%-ánál jobb. Úgy durván. Na most, ez azt jelenti, hogy megnézed azt a 80%-ot, vagy akár a legrosszabb 50%-ot, amelyik anyagi szempontból a legrosszabb 50%-a, ahogy a bolygón él, nem Európában, hanem a világ másik részén. Mondjuk Afrikában, vagy Ázsiában, vagy Dél-Amerikában. Érted? És azt látod, hogy sokkal kevesebb a pénzük, és sokkal boldogabbak, mint az európaiak a sok pénzzel. Vagy az amerikaiak a sok pénzzel. Hát ugye Amerikában a legmagasabb a válási arány. Pedig ugye tudjuk, hogy a sok ideig a világ élvonalában volt az életszínvonal tekintetében az USA. És mégis ott van a legtöbb válás. Tehát ami azt jelenti, hogy mivel a legjobban befolyásolja az ember boldogulását,
ezáltal mitől lennének boldogok? Attól, hogy van pénzük, attól még nem lesznek boldogok. És mondom, a szegény emberek boldogabbak voltak mindig, mint a gazdagok. Oké? Tehát nyilván nem azt mondom, hogy legyél szegény, és boldogabb leszel. Oké? Hanem azt, hogy meg kell tanulni ezzel a 10 területtel bánni. Jó? Tehát ezt meg kellene tanulni. És akkor itt van ebből egy terület, azt mondanád, hogy tudom, laikusként, hogy mi közöm hozzá, hol érint ez engem. Hát én ugye megtapasztaltam nem csak a saját bőrömön, hanem mások által is, hogy ez milyen fontos ez a 10. terület, abból a szempontból, hogy az ember eredményes legyen. Eredményes legyen. Akár a többi 9 területen. Oké? Tehát, hogy mennyire segíthetnek akkor, hogyha az ember jó úton van. Oké? És hisz bennük, és szereti őket. Oké? És mennyire segíthetik. Én ezt megtapasztaltam, nem csak a saját bőrömön. Jó? Tapasztaltam meg. Tehát ezért ez a terület legalább annyira fontos, mint bármelyik másik. Jó, megint menjünk ide-vissza. Azt mondja, hogy itt tartottunk. Rendszeresen kell az embereknek tanulniuk, tehát rendszeresen ezt tapasztaltuk. És akkor tudnak elég tudáshoz jutni, ha rendszeres a képzés. Tehát a rendszertelen képzés, az gyakorlatilag semmit nem ér. Az kuka. Miért? Azért, mert az ember egy nagyon jól alkalmazkodó lény. És alkalmazkodik a környezetéhez. És a környezetében nem tanulnak emberek, akkor arra a szintre visszasüllyed, amilyen a környezete. Ez tény, hogy így van. Tehát itt, ami mondjuk egy baráti körben valaki egyedül tanul, akkor az azt jelenti, hogy a barátai nem, akkor elkezd fölémelkedni a barátainak, de ha nem rendszeres a képzés, akkor nem emelkedik föléjük a barátainak. Mert a barátai mindig visszahúzzák. Érted? De ha rendszeres a képzés, akkor ez valamilyen szinten kiemeli a barátai közül. Mert ugyanis tudjuk jól, hogy embert, vagy majd arra a tolláról, embert barátjáról lehet felismerni, megismerni. Jó? Tehát az ember és az élet működéséről rendszeres tudást kell adni az embereknek. Ezt mi csináljuk. De jó, ha az ember, tehát én egy olyan környezetben nőttem föl, a szüleim révén, nagymamám révén nem annyira, de a szüleim révén igen. Csak azért hoztam elő nagymamámat, mert ugye vele sokat voltam. De a szüleimmel sokat voltam. De a szüleimet, ha megnézem, akkor ők egy olyan környezetet teremtettek nekem, ahol én nem azt tanulhattam, hogy az életnek van egy más értelme, mint amit az ember gondol. Mert mit gondol az ember az élet értelméről? Hát gyakorlatilag az emberekkel el kellett hitetni az evolúciót. Ezt ez a hülye Darwin nevezetű ember csinálta. Jó? Tehát egy hülye, abnormális emberke, akinek a tanulmányait átvették. Ezt úgy hívják, hogy Darwin, jó? Ez a evolúciós elmélete az arra való volt, hogy az embernek az életének az értelmét azt gyakorlatilag kiszedjék az emberek fejébe. Ugyanis a mai ember, a legtöbb ember úgy gondolja, hogy az élet értelme az az evolúció. Tehát az evolúció pedig az, hogy szaporodunk. Tehát, hogy megszületünk, felneveljük a gyereket, esetleg besegítünk az unokák nevelésében, és akkor ehhez az élet értelme. És akkor ehhez, ami még kapcsolódhat,
az még életértelme, bár már olyan párokról is, párokat is ismerünk, akik azt mondják, nem is kegyenek. Gondold végig. Tehát ott már az evolúció is tönkre megy, mert ott már evolúció sincs. Tehát már nincs öröklődés, ott már nincs ki örököljön, érted? Örököljön bármit is. Tehát ott már nincs ilyen. Hanem akkor ott miért van? Hát élünk azért, hogy minél több dolgot megéljünk. Ahhoz, hogy minél több dolgot megéljen az ember, ahhoz minél több pénz kell, nem? Hát anélkül nehéz megélni minél több dolgot, hogyha az embernek kevés pénze van. Visszanézem mondjuk a nagyapám életét, a vidéki nagyapám életét, akkor azt látom, hogy hát ő szerintem 20 kilométernél életében nem volt távolabb. De volt, mikor följött a lányához, anyuhoz. Akkor max, érted? De mit tudom én, mondhatjuk azt, hogy mondjuk mikor jött föl először, 70-es években, mikor én még kisgyerek voltam, tehát viszonylag 70-es évek elején. Hát akkor nagyapám már vagy 60-valány éves volt. Tehát mondhatjuk azt, hogy 50-60 évig, szerintem 20 kilométernél távolabb nem volt. Érted? Tehát, de mégis boldogabb volt, mint a mai ember. Igaz, hogy volt 8 gyereke, meg 24 unokája, de az egy dolog. Szóval, de boldogabb volt. Tehát most az élet értelme egyes embereknek, akik még gyereket sem akarnak, az, hogy, mit tudom én, megvegyünk ezt, megvegyünk azt, megnézzünk azt, emezt, érted? Utazgassunk, világot lássunk, de hát ez bazi sok pénz kell. És akkor azért dolgoznak, hogy ezeket megéljük. De ez az élet értelme? Hát azt mondjuk, hogy jó, akkor ez is az élet értelme, meg a gyerek felnevelése is az értelme, de hát az állatok is felnevelik a kökeiket, akkor mivel vagyunk különbek? Sőt, mit tudom én, mondjuk egy fecske sokkal többet lát, mint te. Nem, te életedben nem fogsz annyit látni, mint egy fecske. Gondold végig. Ha fogja, és több ezer kilométert oda-vissza jön, megy éves szinten, érted? Ha vannak a vándormadarak, érted? Annyit életedben nem fogsz látni, mint amit a vándormadarak látnak. Érted? Akkor nekik sokkal értelmesebb az életük, mert még kölyköket is levelnek föl, meg még mindent látnak, érted? Gondold végig. Szóval akkor nagyon lealacsonyítottad magadat, hogyha így gondolkodsz. De nagyon. Mert akkor a vándormadaraknak több értelme van az életüknek, mint neked. Több lakásuk is. Így van, pontosan. Egyszerre két lakásuk van, mert van, mit tudom én. Északon meg délen, érted? Így van. Így van. Szóval mondom, gondoljuk végig. Hát nehogy ma az embernek ez legyen az életének az értelme. Jó, az ember nem tudta, én se tudtam gyerekkoromban, hogy mi az életem értelme, érted? Én se tudtam. De én valami olyat akartam, hogy valami nagy dolgot kellene csinálni az életünkben. Tehát én nekem az nem volt csak úgy szimpatikus, hogy csak élünk. Hogy úgy átlag emberként élünk. Ha már éljünk, akkor tegyünk valami nagyot, nem? Vagy nem? Te nem gondoltál ilyet gyerekkorom? Lehet, hogy már felnőtt korodban nem gondoltál. De gyerekkorodban nem gondoltál ilyenre? Mi értelme az átlag életnek? Gondold végig, mi értelme? Tehát most elmondom, ha elérkezik a halál időszaka, akkor mire leszel büszke? Mit hagysz magad után, amire büszke tudsz maradni? Gondold végig, a legtöbb ember mire emlékszik vissza, amire büszke tud maradni, hogy ezt magam után tudtam hagyni. Érted? Mire? Gondold végig. Akkor gyakorlatilag megnézed, nem az életük értelmét érték. Mert nem hagytak maguk után értelmes dolgokat, érted? Hát ott van az értelem. Hát az értelem, ez pedig nem a butaság következménye,
hogy értelmes dolgokat hagyjunk magunk után, az nem butaság következménye. Az az értelmes dolgokat az értelmes ember tud maga után hagyni. De azt mondod, hogy mi a manó értelmes dolgot lehet ezen a földön csinálni? Hát basszus kulcs, megnézed, az emberiség lelkileg, lelkiségben romlik. Tudatosságban romlik. Gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy az emberiség ássa a saját sírját. Most azt csinálja, szó szerint. És ahogy a civilizációt, a fejlett civilizációt terjesztik el a világban, annyira ássa az emberiség a sírját. Szó szerint. Tehát minél fejlettebb civilizáció van, annál gyorsabban ássuk a sírunkat, mint emberiség. És ezt megnézheted, ez így. Így van, szó szerint. És honnan tudni ezt? Hát az ember egy kicsit foglalkozik a múlttal, hát engem mindig érdekelt, vagy érdekelt volna az, hát van gyerekkoromban is, olyan mesét olvastam, nem hagyományos mesét, hanem a Benedek Eleknek az Ezüst mesekönyvét. Mai napig is megvan. És ott normális mesék voltak, érted? Tehát ilyen történet alapú mesék. És hát ott ugye a mesék révén az ember egy kicsit visszamehet a múltba, érted? És ha az ember visszament gondolatba a múltba, akkor elgondolkodhatott azon, főleg mikor az ember általános iskolás lett, hát akkor tudtunk ugye Benedek Elek könyvet olvasni, ugye általános iskolásként, akkor elgondolkodhatott azon, hogy hát, mert ott tanították, hogy ez az emberiség úgy hány éves. És akkor mi volt előtte? Hol volt előtte előző? Hol volt az előző emberiség? Hova lett? Hallhattunk olyat, hogy Atlantis. És akkor az ember nem gondolkodik el rajta, hogy hát de hova lettek? Hova lettek azok, akik előző emberiségként éltek? És akkor ezt így fogja az ember, és hess így ellegyesgeti, érted? Hát, maradjunk hülyék, nem kell ilyen dolgokkal foglalkozni, nem baj, hogyha nem tudjuk. Nem gondolkodik el azon az ember, hogy hova tűntek az előző emberiségek? Miért tüntették el? Vagy miért tüntették el magukat? Most tök mindegy, honnan nézzük. Mert ha az ember nem gondolkodik abban, hogy miért tüntették el, akkor is hova tűntek? Miért tüntették el magukat? Világos? Tehát az ember nem hisz olyanban, hogy esetleg felső rendű lények eltüntették, akkor hova tüntették el magukat? Hova lettek? Senki nem gondolkodik ezen el, érted? És miért tűntek el? Hova lettek az előző, meg az az előtti emberiségek? Hova lettek? Hova lettek? És akkor ennek utána néz az ember, és akkor tök logikus. Hát valami miatt eltűntek, hát valami rosszat csináltak. És akkor, ha valaki nem hisz mondjuk a felsőbbrendű lényekben, akkor is az azt jelenti, hogy eltüntették magukat. Annyi bajt okoztak, hogy saját maguk eltűntek. Nem? Teljesen logikus. És akkor mi megyünk e felé, mint mai emberiség. Hova jutunk? Hát ha nem hiszünk Istenben, akkor is az van, hogy eltüntetjük magunkat. Oké? Okay? De az ember egy kicsit utána néz, mondjuk annak, hogy ha nem evolúció révén jöttünk létre, hanem teremtett lények vagyunk, mert a Földön minden, ami van, az teremtett, minden lény, az teremtett lény, akkor az ember el tudja képzelni azt, hogy hát sok intelligensebb lények léteznek, ha mindent ők teremtettek.
sokkal értelmesebb. Kicsit utána nézel, magyar történelem, a pulikutya például, az nem földi eredetű állat. Utána tudsz nézni. Oké? Az idegenből behozott, nem földről behozott lény. A delfin. Idegen eredetű lény. Egyik se része semmilyen evolúciónak. És most csak két állatot mondtam az ismert állatok közül. Érted? Amely meg van állapítva, hogy semmi köze semmilyen állatfajhoz. Oké? Okay? És egy csomó, például, mit tudom, növény, a búza, nem része a növény populációnak. Érted? Nem része. Idegenből, tehát kívülről behozott növény. Satöbbi, satöbbi. Tehát egy csomó ilyen van. Hát ha idegenből behozták, akkor nem az ember hozta be, könyörgöm. Hanem hozzánk képest szuper intelligens lények. Akkor utána már csak egy kis következtetés kellene ahhoz, hogy a szuper intelligens lények, akik itt mindent megteremtettek le, tehát létrehoztak, hát akkor azok koordinálnak minket. És úgy kellene történni a dolgoknak, ahogy ők szeretnék. Hát most gondold végig. Ha mondjuk te egy kísérletező lennél, a nejem az dolgozott kísérleti kutatóban annak idején, tehát egy kísérletező lennél, akkor nem, tehát nem létezik olyan kísérleti kutató, amelynek nincs célja. Oké? Okay. Semmilyen kísérletező, tehát kísérleti kutatóban dolgozó egyén nem dolgozik úgy, hogy azt mondják, hogy nincs semmi célja a kutatásnak, csak úgy kísérletez. Ilyen nincs. Nem létező fogalom, érted? Minden kísérleti kutatónak van célja, hogy mit akarnak kikísérletezni, érted? Aztán vagy sikerül, vagy nem. De mindennek van. Ez olyan, mint Edison. Ki gondolta azt, hogy kit feltalálja a villanylámpát, érted? És addig kísérletezett, még az a villanylámpa nem működött úgy, ahogy ő gondolta. És akkor valami tízezredik környékén kezdett el működni a villanylámpa. Érted? Tehát ez azt jelenti, hogy céllal kísérletezik a minden kutatóintézet. Tehát ami azt jelenti, hogy ha mi velünk itt kísérleteztek, akkor annak van célja, drága barátom. És ha egy kísérletnek van célja, akkor ott az embernek is van célja. És az embernek van saját célja, ami egy élet esetén úgy hívják, mint fő cél, hogy küldetés. Ezt valahogy meg kellene érteni. És akkor onnantól kezdve, ha az ember, képzeld el, még ezt tanulni is tudja. És meg tudja nézni magánál és más embernél, hogy mi az ő küldetés, miért született bele. Ez két tudomány, ősi tudomány, ókori tudományban meg lehet állapítani, hogy ki miért született. Az egyik az asztrológia, a másik a numerológia, amely révén meg tudja állapítani az egyén maga, ha ehhez ért, hogy ő miért született ide. Érted? Na most, ha egy egyén meg tudja állapítani magáról, hogy miért született ide, akkor mi köze ennek az evolúcióhoz? Sőt, azt meg tudja állapítani, magára ismerni ezekből, hogy ő milyen.
Én először 93-ban kaptam asztrológiai elemzést. És ahogy szokták ezt mondani, lepetéztem tőle. Mert azt hallottam, amilyen vagyok. Érted? Egy olyan embertől, akivel életemben először találkoztam. És csak annyit kérdezett, hogy mikor születtem. Oké? A születési dátumomból megmondta asztrológusként, hogy én milyen vagyok. Oké? Hát basszus kulcs, ha te már életedben hallgattál ilyen előadást, akkor miért nem nézetted meg magad, hogy milyen vagy? Hogy rájöjj arra, hogy nincs olyan a mi részünkről, hogy evolúció. Ha a számokból, a születési dátumokból a numerológia és az asztrológia ki tudja deríteni, hogy te milyen vagy, akkor mi köze ennek az evolúcióhoz? Ha a számokból, a születési dátumokból kiderül, hogy milyen vagy, akkor még a születési dátumod is megszervezett volt. És hogy lehet megszervezni egy születési dátumot úgy, hogy az illető előtte nem tudott róla? Hogy? Ami azt jelenti, hogy akkor kellett lenni előtte lévő életnek, ahol az embernek még volt értelme, de nem teste, ahol a születési dátuma alapján bevállalta, hogy mikor születik. És hogy milyen tulajdonságokat fog fölvenni. Különben miért lett volna az, hogy az egyik ekkor születik ilyen tulajdonságokkal, a másik akkor születik, amolyan tulajdonságokkal, a harmadik még amúgy másként születik, más tulajdonságokkal. Miért? Miért? Oké? Miért? Tehát mi lenne annak a célja? Hát annak az a célja, hogyha például megnézed egy asztrológiai elemzésedet, vagy egy numerológiai elemzésedet, akkor abban az van, hogy neked van egy életcélod, egy életfeladatod, egy küldetésed, amit teljesítened kellene, amiért leszülettél. Hát az ember leszületett valamiért, akkor tudta, hogy miért születik le. Hát gondold végig, ha neked van egy célod, kitalálsz egy célt, akkor tudod, mi a cél. Akkor nincs, hogy nem tudod, mi a cél, mert te találtad ki. Tudom, világos-e? Tehát a személyes küldetésed, az a tied. Az nem másé, az nem másnak a küldetése, az nem másnak a célja, az a tied. Érted? Ami azt jelenti, hogyha neked van egy bármilyen célod, itt földi emberként kitalálod, akkor onnantól kezdve tudod, mi a célod. Mert te találtad ki. Teljesen logikus, hogy a küldetésedet tudnod kellett azelőtt, mert leszülettél. Mert az a tied, az a személyes. Érted? És azért kaptad a születési dátumodat, azért foglalkozik mindenki a saját születési dátumával. Hányszor kellett már azt leírnod életedbe, vagy lediktálnod? Gondold végig. Hogy még véletlenül se felejtsd el. Így van. Mert ott van benne, hogy mi a dolgod, mi lenne a feladatod, mi lenne például a jó foglalkozás neked. Miért tehát mi az a végcél, amit el kellene érni az életedben. Érted? Hát emberek élik az életüket, és hatást gyakorolnak rájuk, és annak alapján haladnak. És közben mindenkinek ott van a saját születési dátumában, meg a nevében, hogy ő neki milyenek kell lennie, hova kell tartania, érted?
A numerológiában a nevével is foglalkoznak. Ugye az asztrológiában a születési, teljes születési dátum és az óra perc számít, negyed óra pontossággal. De azt is ki tudják deríteni. Képzeld el, hogy mikor születtél, meg tudják határozni abból az asztrológiáról beszélek. Meg tudják határozni abból, amilyen élethelyzeteket megéltél. És utána megkérdezed anyukádat, hogy mikor születtél, és timmel a dátum. Hogy a pitlákba? Gondold végig, ha ez véletlen. Meg evolúció, anyátok evolúció az. Aki kitalálta azt, meg aki terjeszti az evolúciót. Oké, okay, van evolúció. Amikor a madár vízbe akarja az élelmet megtalálni, azt ilyen úszóhártyát növeszt, érted? És kacsa lesz belőle. Na, hát az evolúció, érted? Mikor a természethez igazodik az egyén, érted? Állat vagy értelmes ember, tök minden. És akkor igazodik hozzá a körülményekhez. Jó? Tehát mit tudom én, egy hófehér emberke, mondjuk egy hófehér házaspár, elindul mondjuk le délre, érted? És előbb-utóbb egy pár generáció után már nem hófehérek lesznek, abban biztos leszel. Érted? Mert a naphoz alkalmazkodik a bőr meg minden, az egész szervezet, érted, a hőséghez meg a naphoz. A hófehér ember az északi ember, nem déli. Oké? Okay. Jó, na ez evolúció. Ez igen. De ez nem az, hogy létrejön a semmiből egy ember, és akkor kitalálják, hogy ó, hát a Neander völgyi az elődjük, tehát anyátoknak az. Hülye izék, akik ezt kitalálják. Érted? Hát a Neander völgyi azért pusztult ki, mert nőtt a feje, érted? Nőtt az agytérfogata, egyre értelmesebb lett, és egyre nagyobb feje lett, és az anyák nem tudták megszülni a babákat, érted? A Neander völgyi anyák. Mert nem volt az a technológia, a mostani gyerekeknél van, hogy a kutacsok összecsúsznak, tudod? És ezáltal összeszűkül a feje, amikor kibújik az édesanyjából. Így van. Mert nem, meg, és ez nem volt a Neander völgyinél. És kipusztult úgy, ahogy volt az egész faj, mert nem tudtak szülni gyereket. Tehát a Neander völgye. De ennek is utána kellene nézni, megállapított tény. És akkor abból származunk, a jó édesanyjukat származunk attól. Semmi közünk a Neander völgyéhez. Jó, ez az emberek hülyítése, csak hogy tiszta és világos legyen. Oké? Okay. Hát én rossz tanuló lennék ebből a szempontból. Vitatkoznék a tanárokkal. Ezt meg is csináltam gyerekkoromban egyébként. Simán. Hát volt olyan, hogy a alsó tagozatban általában volt már olyan éven, mikor nem fér bele több intő az ellenőrzőbe. Hát miért? Melyik tanár szereti azt, hogy vitatkozik vele a diák? Egy sem. Jó? No, szóval. Jó, úgyhogy kell tanulni, vagy nem? Kell fejlődni, vagy nem? Kell tudni, hogy mi a küldetés, vagy nem? Kell. Akkor itt az ideje, hogy ezzel kellő tudást szerezzél ezekről a dolgokról. Jó? Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! Visszaadom a szót! Hát ez aztán megint így jó volt, így közelről a szívéig hallgatni, nézni. Egyébként sokan azon akadnak, és nem nézek több adást, amikor a mester elenged egy-két trágár kifejezést. Ez megint egy érdekes momentum, mert ugye a TikTokon is szervezünk, és megfigyeltem, hogy az olyan videók rekordokat döntegetnek nézettségben, ahol borzalmas csúnyán beszélnek egymással emberek. Azokat nézik a legtöbben. És itt elhangzik egy-két szegdebb kifejezés, akkor minden baj van az embereknek. Hát, hozzátok be magatoknak, ha nem tetszik. Hát életem egyik legjobb döntése volt, hogy csatlakoztam a PPA-hoz, mert előtte ilyen dolgokkal sem foglalkoztam, amik itt elhangzottak, annyira nem érdekeltek. Érdekelt engem spirituális világ, de azt, hogy nem, hogy
mennyire sokrétűen hűítenek minket. És már 10 éve csatlakoztunk a PPA-hoz, én előbb, később Ibolya. Volt sok problémánk, és úgy volt sok problémánk, hogy nem tudtunk róla. Ez volt a probléma, hogy nem tudtunk a problémákról. Ide jöttünk a PPH-ban, azt hittem minden tökéletes, és kiderült, hogy van mind dolgozni, még most is, de akkor aztán erősen volt mind dolgozni. Pénzügyi párkapcsolati problémák voltak, és megéreztük, hogy itt milyen változási lehetőségek vannak. Elkezdtük, és elmondtuk másoknak is, és ezért láttak most itt minket a színpadon. Ez így van, csak meg tudlak téged erősíteni. És nagyon sok mindent föl tudnánk itt sorolni, mind a mellett, hogy most a hirtelen párkapcsolat vagy az anyagi dolgokat hozta föl, és valóban, amikor mi elkezdtünk itt tanulni, előtte nagyon sok fele voltunk, és valóban, amit ki volt vetítve ez a 10 életterület, rájöttünk, hogy mennyi mindent nem tudunk még. Valóban úgy kezelni, hogy az nem csak nekem legyen jó, hanem akik körülöttem élnek is. Tehát ez tényleg legyen akár önmagaddal, akár a munkáddal, az emberekkel, a környezeteddel. Tehát azt vettük észre, és én főképpen már most a világban, hogy mindenki csak abban a szűk körben, a családi körben gondolja azt, hogy jól kell kezelnünk a dolgainkat. Tehát, hogy nem úgy gondolkoztunk talán mi se, most már igen rájöttem, hogy nem csak én vagyok, hanem vannak itt körülöttünk emberek is a világ, és hogyha csak mindig magunkra gondolunk, akkor oda jutunk, ahol most van itt a világ. Tehát elmúlt a szeretet, elmúlt az egyetértés, nagyon sok mindent ide lehetne sorolni, és valóban mi itt kaptunk egy új életet, egy új világszemléletet a tudással, amit itt átad nekünk Szerlacsik Miklós. Vagy akár el tudnám azt is mondani, hogy nyertem reményt a reménytelenség helyett, vagy lehetséges a lehetetlen helyett. Tehát az is itt kaptam meg. Nyertem erőt, hogy változni tudjak. És nem csak erőt, hanem tudást, és olyan módszereket, amit valóban be tudunk építeni a hétköznapi életünkben. És ez az, ami nem mindegy. Tehát nekem ez is volt nagyon szimpatikus, és mindig is ezt kerestük, hogy módszert, hogy tudok eljutni A-ból B-be, hogy tudom megoldani a problémáimat. Vagy akár nyertem hitet, és hogy olyan testben élhessek, amelyben jól érzem magam, amelyben boldog vagyok. Mert ha én jól érzem magam, és boldog vagyok, akkor azt tudom a világba úgymond kiadni. Kisugározni. Kisugározni, igen, így van. Hát persze kaptam tudást, hogy miként irányítsam az elmémet, ami nagyon-nagyon fontos, és itt nem is beszélt a Miklós erről, a Szerlacsik Miklós, hogy az elménk, hogy működik. Ezt nem, hogy iskolában, ezt nagyon ilyen külön képzéseken is lehet, hogy említik, de olyan mélyen, mint ahogy itt van, én még nem hallottam. És ezáltal, tehát mivel az elmémet is tudom már, hogy működik, meg akár ide jön a lelkünk is, ezáltal nem vagyok többé körülmények áldozata. Azt vettem észre. Meg persze nyertem egy közösséget, ahol a nyelv a szeretet nyelve, és egymást kölcsönösen támogatva haladunk az úton. És akik itt tanulnak, mint ahogy beszélt előbb a mesterünk is, mivel a születési dátumunkból megtudjuk, hogy mi is a mi utunk, és aki itt tanul, mert ezt már mi is tudjuk, és nem csak tudjuk, hanem hiszük, és több mindenki, akik itt tanulnak, azon az úton vagyunk, ami a dolgunk itt a Földön, az, hogy tényleg egy olyan társadalmat hozzunk, ahol a szeretet és a béke van, az elnyomásmentes élet. És még mellette nekem a héten jöttek ilyen gondolatok, hogy hiszek az élethosszig tartó tanulásban, mert ezt is megtapasztaltuk, hogy még élünk itt, tanulnunk kell, mert változik a világ, minden változik körülöttünk, és hogy tudjuk ezeket a dolgokat jól kezelni, tudást kell tanulnunk kell.
Ha biztonságra egy boldogabb, elnyomásmentes életre vágysz, akkor is tanulni kell. Tanulj. Percről percre változik a világunk, és tudnunk kell váltani, fejlődni. Ez megint mi kell? Tudás. Ahhoz, hogy tudjunk váltani és fejlődni. Tehát szinte ez nélkülözhetetlen, hogy tovább képezzük, tehát ezt tovább mindig képezni kell magunkat. Tehát amit a mester is itt mondott, az a rendszeresség, ami megint itt nálunk megvan, hisz nálunk a képzések minden héten szerdán, minden vasárnap. Ez mindig így van. Nincs téli szünet, nincs nyári szünet. Ez mindig így van szerdánként 18 órától, mint ahogy most is itt vagyunk a irodában, Budapesten. Vasárnap pedig 16:30-tól szoktak kezdődni az előadások. És ezek az előadások online élőben, a világon bárhol lehet hallgatni, el lehet jönni ide személyesen, Budapestre. És nekem még ami nagyon szimpatikus volt, tényleg az, hogy nem kell, tehát bárhol a világon vagy, tudod hallgatni. Ezek a rendszerünk az úgy van felépítve, hogy van 26 nagy témakör. Ez a 26 nagy témakör, ez mind arról szól, ami az ember és az élet működése. Ami ahhoz kell, hogy tényleg egy boldogabb, jobb életet tudjunk élni. Bármikor be lehet kapcsolódni, körforgásban vannak a képzések. Mi egy politika és vallásmentes szervezet vagyunk. Tehát itt, ami van tudás, ez mind az a tudás, amit Szedlacsik Miklós már a élete alatt megtapasztalt, és mint ahogy már tudjuk, hogy az égiektől van neki támogatása, és ő ezeket a tudást, ezt a tudást adja át. Tehát a tanulás a kulcs, azt fogja tudni az életszínvonalát megtartani, vagy javítani, aki hajlandó képezni magát. És mi ezt is megtapasztaltuk, hogy tehát nincs mese, tehát egyszerűen tanulnunk kell, tudni kell változtatni, és ezt tényleg tudás nélkül nem fogjuk tudni. És használni a tanultakat. Az is lényeges, hogy beépítsd az életedbe, amit hallottál itt. Van egy havi tandíjunk, nem egy egetverő összeg, első havi tandíj 19.700 forint, és a következő hónaptól pedig 12.500 forint havonta a tandíj. Ezzel kapsz egy üzleti lehetőséget is, szervezhez tanulókat, akiken gyakorolhatod, amiket itt megtanultál, és megismerted önmagad a tükörben, amit majd nyújtani fognak neked. Ha megteheted, próbáld ki 3 hónapra a tudást, 3 hónap most csak 44.700 forintba kerül. Hát azt mondom neked, hogy 3 hónapot talán egy kicsit belátsz ebbe a rendszerbe, mondjuk így a nagylábújadat bele tetted a tudásba, kicsit több kell még hozzá, de legalább tudni fogod, hogy hova kerültél. Ha szimpatikus neked, amit láttál, meg hallottál, és nincs még mentorod, akkor keresj egyet, beszélgessél vele, hogy ő miket tapasztalt itt meg. Azért eléggé hitelesek a tanulók, mert ők már használják a tudást, mondjuk jártak már szemináriumban, és ezáltal kapni tudsz információkat, hogy miket lehet itt még csinálni. Tehát, hogyha a tandíjat leosszuk, akkor ez úgy jön ki, hogy első hónapban 19.700 forint, és utána a havi tandíj pedig azt mindössze 12.500 forint. Számomra nagyon sokszor elmondtam már, de ezt mindig is el fogom mondani, az életünk legjobb befektetése volt, mert ezt már 100-szorosát, nem is tudom hányszorosát visszakaptunk, hisz nem csak ami másik nagyon fontos, nem csak a mi életünket tudjuk helyrehozni, hanem az itteni tudással a mások életét is. És pont a héten beszélgettünk arról, mint a mester most mondta itt az első részben, és hogy tényleg, hogyha elhagyjuk ezt a földi létet, nem mindegy, hogy fognak ránk gondolni, hogy mi is az, amit mi létrehoztunk, vagy megtettünk. És akkor mindig tényleg, főképpen én is, mint anyaként, hogy a gyermekeink, meg nem csak a gyermekeink mondjuk, de persze, mint anyaként, egyből ez így bekapcsol, hogy nekik, akik tényleg látjuk, hogy a fiataloknak is ez a mostani világ mennyire nehéz nekik a világ. Igen. És hogy tényleg olyan dolgot teszünk, ami ez egy nagyon nagy nemes cél, és ez olyan jó dolog, hogy mi már ebben részt veszünk, és benne vagyunk. És én azt mondom neked, hogyha most hallgatod először, vagy már rége óta hallgatod a díjmenteseket, ne gondolkozz rajta, gyere és próbáld meg, mert igazából egyelőre, tehát nincs kötelezettség, itt nincs szerződés, eljössz, ha neked
azt látod, hogy erre nincs, nem fontos neked, ami szerintem ennél fontosabb nincsen, hogy a világunkat úgymond jobbá tegyük, mert hogyha nem teszik jobbá, akkor valóban a rossz eluralkodik, hogy gyere és nézd meg, próbáld meg, adj magadnak lehetőséget, hogy mi is van itt. Amennyiben szimpatikusnak tűnik számodra az ajánlatunk, akkor be tudsz tekinteni a fél órás szünet után a párkapcsolat 6 coach képzésünkbe, akár itt élőben is, akár hogyha valakivel néz az előadást. Ha nem tetszett, akkor elbúcsúzunk tőled. Most 30 perc szünet fog következni. Szeretünk benneteket, sziasztok! Sziasztok!